A tűzoltók segítségével vágták ki egy borbányai ház udvarán az idei nyíregyházi karácsonyi forgatag fenyőfáját. A vágás előtt egy daru kötéllel rögzítette az óriást, majd ezzel emelték át a szállítójárműre. A közel fél száz éves, 16 méteres fenyő már kinőtte az udvart, ezért ajánlották fel a ház tulajdonosai. 70-es években az akkori tulaj ültette ezt a fát, azóta nő, növekszik, és az az igazság, hogy kinőtte már a helyét. És gondoltunk egyet, hogy felajánljuk a városnak, hogy karácsonykor a mi fánk legyen a város dísze. Szoktunk mi is följárni a városba, és ez a döntés ez sikerrel járt, mert hívtak telefonon, és akkor a döntés a miénkre jutott. Örülünk neki, már csak azért is, mert nemrég született egy kisunokánk, és akkor az ő emlékére, a tiszteletére most a város fája lesz a miénk. A fenyőt szállító jármű a tűzoltók kíséretében érkezett meg a Kossuth térre, ahol a Nyírvévé Kft. Munkatársai már a nem hétköznapi méretű karácsonyfatalppal várták a belváros legfontosabb ünnepi díszét. A szakemberek újra a daru segítségével állították a helyére az óriási fenyőt a takarékpalota előtt. A város karácsonyfája piros színű díszítést kap, és több mint 3 kilométeres égősor világítja majd meg. A nézelődők azt is észrevehették, hogy a faházakkal már most kialakították a teret a karácsonyi forgatag fogadására. A Kossuth téren a Mikulás ház, a Betlehemi jászol és az adventi koszorú kap helyet, míg a vásározók a Dózsa-György utcán, illetve a katolikus templom és a Szökőkút közötti területen árulhatnak. 45 árusító helyen, bővebb felületen fogjuk az idei évben is a karácsonyi forgatagot megélnünk. 12 új faházzal, illetve teljesen megújult Mikulás házzal szeretnénk kedveskedni, még jobban felhívni a figyelmet az ünnep, illetve a karácsonyi forgatagnak a nyíregyházi, illetve megyei lehetőségeire, mely az a Nyírvévé Nonprofit Kft. Nagy létszámban, színes palettával, akár az ételek, italok kínálatában, illetve az ajándékok lehetőségeiben, kézműves termékek sokaságával várja az ide látogatókat. A vásár résztvevőit pályázati úton választották ki. A fő szempont az volt, hogy csak a karácsonyi hangulathoz illeszkedő standokat állíthassanak fel a belvárosban. Az ünnepvárás jegyében november 25-től január 1-ig várja színes, vásári forgatag Nyíregyháza belvárosában a városlakókat és az érdeklődő vendégeket. Az ünnepi fényeket november 27-én, advent első vasárnapján kapcsolják fel.